Szép napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves résztvevőt, és köszönöm, hogy meghallgatnak ma itt engem. A mondandómat három részre fogom tagolni. Az első részben egy picit arról szeretnék beszélni, hogy miért is kell nekünk erről szólni, erről a témáról. A második részben egy picit világtrendeket szeretnék megcsillantani ebbe, hogy merre tart a világ. A harmadik részben pedig egy picit a műhely munkába szeretnék betekintést nyújtani, hogy mi az, amit csinálunk mi az elektronikus tanulási környezetek témakörbe a gyakorlóiskolába, mik azok a kísérletek, amelyek az elmúlt 6 évben folyamatosan foglalkoztatnak bennünket, és immáron egy picit részesei a Sárospataki kar tanárai, illetve hallgatói is. Az első tehát, hogy miért kell nekünk erről egyáltalán beszélni, erről a témáról. Ha meg akarom indokolni, akkor azt kell mondanom, hogy millió érvet lehet hozni. Hát az első majdnem az, amit itt Hauser Zoltán tanár úr mondott az elején, nem akartam hivalkodni az unokámmal, de ha már ő ezt megemlített, akkor egy nagyon érdekes pici történetet hadd mondjak el, amire valamelyik nap figyeltem éppen föl, ugye 19 hónapos, és hát azt kell mondanom, hogy teljesen beleszületett az iPad, iPhone világba, és ezeket teljesen természetesen használja. És valamelyik nap, ahogy ott a családdal beszélgettünk, ő pedig tipek-topog ugye a nappaliba, egyszer csak oda megy egy hagyományos kép, mert még van a lakásban hagyományos fotó is kitéve, ugye a szekrény sarkára, oda megy, és azt látom, hogy el van képedve, mert próbálja a fotót ilyen formán odébb vinni. És ugye nem sikerül váltani, mert teljesen a dinamizmusa nincsenek a dolognak, hanem teljesen statikus, és próbálta körbenézni, hogy mi a csoda lehet ez, ugye, ami így viselkedik, mert ő még ilyennel eddig nagyon nem találkozott. Ugye hát, azt kell mondanom, hogy bár ugye én minden nap ezzel foglalkozom, de ez rendkívül alátámasztja azokat az érveinket, amely azt jelenti, hogy nekik ez a világ teljesen természetes, amit mi, ahogy szokták mondani, bevándorlóként próbálunk megélni. Tehát ez azt jelenti, hogy valami módon mindenképpen a felnövekvő nemzedéket, a leendő tanárokat, tanítókat, óvónőket mindenképpen fel kell készíteni arra, hogy az utánuk következő nemzedéknek már még inkább sajátja lesz ez a dolog. A másik pedig az, hogy minden egyes korba vannak olyan kompetenciák, amit egyébként nyugodtan nevezhetünk társadalmi kompetenciának is, ami az adott korban rendkívül fontos. Én majdnem azt mondom, hogy szoktam én mondani, hogy ha valaki boldogan szeretne élni, akkor biztos, hogy azokat a kompetenciákat el kell sajátítania. Vajon mik ezek? Hát ugye ez az information literacy kifejezés, ez manapság eléggé elterjedt a világban. Mi szeretjük azért ezt magyarul információs műveltségnek hívni. És nyugodtan mondhatjuk valószínű, hogy az információs műveltség az egy igazi, komoly társadalmi kompetencia, tehát enélkül ma boldogan élni nem lehet. Na de ha elgondolkodunk rajta, hogy vajon ez egy új dolog? Vagy ezt kitalálták már régen, akkor biztos ül itt nevelés történész, az nyugodtan mondja és alá is támaszt engem, hogy lényegében a neveléstudományban, pedagógiában mindent kitaláltak már. Csak le kell mindig porolgatnunk, és újra fel kell fedezni ezt. Hát ha itt vagyok Sárospatakon, kezembe vettem néhai Fehér Erzsébet tanárnőnek egy írását, Isten nyugosztalja, valamikor, hát jó pár évvel ezelőtt.
küldte el nekem faxon még. És ebben az írásában próbálta megeleveníteni azt a pillanatot, ami 1650. november 24. Sárospatak. Az a középkori iskolai épület, ami ma is ott áll, annak valamelyik nagyobb termébe Comenius készül a székfoglalójára. Ugye hát az akkoriban már a nagy egyetemeken szokás volt Európában, hogy egy-egy új professzor nyilván egy székfoglalóval kezdi, és elmondja az elméletét, teóriáját. Hát miért ne lett volna így ez a nagy hírű pedagógusnál, Comeniusnál? Ahogy írja Erzsike, az első sorban ott ül Lóránffy Zsuzsanna, az uralkodó nő ugye, aki meghívta Comeniust. Ott ül mellette Rákóczi Zsigmond, és ott ül még sok más egyéb ilyen nagyság, és várja, hogy Comenius hogy adja elő azt a reformját, amiért ide hívták Sárospatakra. Várja, hogy elmondja, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek a jövőbe. Mai szóval mondhatnám, hogy adja elő, hogy mik azok a társadalmi kompetenciák, ami ahhoz szükséges, hogy boldogan éljünk. Hát azt kell mondanom, hogy Comenius ezt fantasztikusan megfogalmazta ebbe a székfoglalójába. Úgyhogy ha ma ebből meríteni akarunk, el kell olvasni Erzsikének ezt a tanulmányát, és le kell porolni, és ma sem kell más csinálni, hiszen Comenius két dolgot, két ilyen kompetenciát fogalmaz meg. Hát sok más egyebet is persze, de én ezt emeltem most ki belőle. Ez a két kompetencia közül az egyik a könyv szeretete. Hát jól tudjuk, hogy 1650-ben vagyunk. 200 évvel a könyvnyomtatás után, de már is gyorsan a tankönyvre gondolok, ugye, de 250 év kellett ahhoz, hogy a tankönyv gondolata előjöjjön. Egy picit úgy érzem, és ne gondolja senki nagy képűségnek, hogy bármi párhuzamot szeretnék én most vonni a Comenius székfoglalója megint a mai előadásom között, de egy picit én ma a tabletekről úgy fogok beszélni, mint akkor Comenius a könyvről. Mert azt mondta, hogy a könyv szeretetére kell a gyereket megtanítani, mert ez az elsődleges kompetencia. Ma ezt hogy mondanánk? Az információs műveltségre, az információ megszerzésére, mert a könyv sem más, mondjuk meg őszintén. Ma is ez a társadalmi kompetencia az egyik legfontosabb. Comenius persze erre gyönyörűen beszél, azt mondja, hogy a szellem csiszolója a könyv. Szemünk kenőcse, mondja a könyv, ugye. És beszéde végén fantasztikus módon oda teszi a feltételeit. Gondolom mereven ránézett Lóránffy Zsuzsannára, és azt mondta, hogy jövök, ha a következő feltételemet teljesítik. Na, mit gondolnak, mi ez? Az, hogy egy nyomdát kérek, ugye, egy nyomdát kérek ott az iskola mellett. Jövök, ha lesz egy nyomda, ha ki tudom adni azokat az elképzeléseimet, amit egy tankönyvbe bele tudok tenni, és tudjuk, hogy következtek azok az évek, amiben megjelentek azok a csodálatos lapok, amit azóta is szerintem minden neveléstörténész, és minden neveléstudós, és mindenki emleget, mi ez? Az Orbis Pictus. A látható világ, ugye? Az a 150 oldal, 150 képe, amiben Comenius azt mondja, hogy itt van, tessék, ezen a nyomtatott lapon meg lehet tekinteni a világot. És hozzáteszi, hogy ez azzal a kompetenciával jár, elnézést kérek a szóért, nyilván nem ezt használta, csak ma mi ebbe élünk, ugye? A könyv szeretete. Hát természetesen mond még mást is Comenius, én most itt próbálom a párhuzamot egy picit, az információs műveltség. Ma sem mondunk más. Hát a könyv az maga az információ, maga az üzenet. Ugye? És ma azt mondjuk, hogy ha valaki
az információs műveltségbe nem elég komoly szinten van, akkor nem tud boldogan élni a mai világba. Hát ha valaki nekem nem hiszi, tessenek belelapozni a munkahelyek hirdetéseibe. Két dolgot biztos, hogy talál benne. Két ilyen kompetenciát. Mi az egyik? Az, hogy számítógépes írástudása legyen, ugye? A másik mi? Az idegen nyelvtudás. Ez a két kompetencia ma a boldog élethez majdnem elegendő. Sőt, még mondok egyet, és ne tessenek félreérteni, nehogy úgy menjen ki valaki, hogy én ezt ilyen mereven lebetonozva fogalmaztam meg, de ha valaki ennek a két kompetenciának a birtokosa, akkor egy picit még a szakmai hiányosságait is el tudja fedni. Én ezt tapasztaltam sok-sok éven át rektorhelyettesként is, hogy bizony ezzel a két kompetenciával ma meg lehet élni, még akkor is, ha vannak egy pici szakmai hiányosságai. Tehát erre bíztatok minden fiatalt, hogy ebbe a két dologba művelje ki magát, és minden tanárt, minden óvónőt, minden tanítónőt, hogy ebbe legyen a legműveltebb ebbe a két kompetenciába. Nem én találtam ki, Comenius találta ki. És mondott még egyet. Azt mondta, hogy érdekesen fogalmazott a fordításba, így olvastam, hogy a másik kompetencia, vagy a másik, amit a gyerekeknek el kell sajátítania, ugye, de kultúra ingenórium, mondta a tehetségek kiműveléséről, ugye mondta Comenius, a másik ilyen az, hogy meg kell tanítani a meggazdagodás művészetére. Hú, de rosszul hangzik, ugye? Azért, mert ma az, hogy meggazdagodás művészete, hát egész mást értünk rajta. Ugye? Ma mindenki arra gondol, hogy jó állása legyen, ahogy a mai fiatalok, ugye különböző felmérések ezt mutatják, hogy mindenki kiváló állást szeretne, lehetőleg a legkevesebb munkával is, a legtöbb pénzzel, ugye, ezt különböző felmérések igazolják. De Comenius nyilván nem ezt értette rajta. Hanem azt értette rajta, hogy minden, ami a boldog élethez szükséges, az anyagi javakat is képes legyen megszerezni. Ne csak a latin nyelvet ismerje, ne csak a latin nyelv tudása legyen az érték, bár fontos dolog, hanem minden olyan szakértelmet szedje magára, ami az anyagi javak megszerzéséhez feltétlen szükséges. Egy picit a gyakorlati életből próbálta meríteni ebből a szempontból. Hát, ma is így van, tessék elhinni. Van egy professzor barátom, ismerik többen, rengetegen idézik egyébként, az EGRI doktori iskola vezetője, dr. Comenci Bertalan tanár úr. Neki volt egy érdekes ábrája pár évvel ezelőtt, és szoktam említgetni, hogy azt mondta, hogy ebbe a dologba, hogy az anyagi javak megszerzése és az információval való élés, az információ megszerzése ebből a szempontból négy különböző rétegre osztotta a társadalmat. És egy-egy állathoz hasonlította ezt a négy réteget. Elnézést kérek a példáért, de így volt. Azt mondta, hogy a társadalom körülbelül 10%-a az, ami olyan emberekből áll, akik rendkívül sok információval élnek, de az anyagi javakat is kiválóan meg tudják szerezni. Azt mondta, hogy olyan, mint a sas. Valószínű az Orbis Pictusból vette, ahol a mezőt megrajzolja Comenius felette egy sassal, ugye, és a sas mindent lát a mezőn, minden mozgót el is ér, minden magáévá tesz, elfogyaszt, ugye. Tehát az anyagi javakból is jól kiveszi a részét. De a szemei kiválóak, és minden információt ragyogóan lát, de azt mondja Comenci tanár úr, hogy ez csak a társadalom 10%-a. Azt mondja, van egy másik 50%, ami olyan, mint a teknős béka. Nagyon keveset eszik, az anyagi javakból épp hogy kiveszi a részét, de rendkívül buta is, tehát kevés információval él.
Azt mondja, ez a társadalom 50%-a. Rajta hát, pedagógusok! Nem kell más csinálnatok, csak a teknős békából mit kell csinálni? Sasokat. Ugye? Ez a fő cél. Teknős békából sasokat. Minél több információval éljen, és minél több olyan szakértelmet kapjon, amivel az anyagi javakat meg lehet szerezni. Persze hozzáteszi Comenzi tanár, hogy van még két olyan állat, mint a delfin és a kígyó. Elnézést kérek a biológusokért, szerintem sándít a példa egy picit. Mert azt mondja, hogy a delfin az egy rendkívül okos, ebbe igaza van, mert ezt én is tapasztaltam, hogy rendkívül okos, de azt mondja a Comenzi tanár, de keveset eszik. Én láttam egyszer ilyen delfináriumban, elég sokat eszik egyébként a delfin, de vegyük most a példára, hogy keveset eszik, tehát okos, de az anyagi javakból nem nagyon tudja kivenni a részét. Én inkább elnézést ehhez a réteghez hasonlítanám, akik itt ülnek. A pedagógusok, hogy az információval élniük kell, minél több információval kell dolgoznuk, információval manipulálnak, hogy mondjam azt a tanítási órán, de viszont az anyagi javakból sajnos nem tudják kivenni a részüket, ugye? Hát ilyen a delfin, szimpatikus állat egyébként. A kígyó ennek az ellentétje, mondja Comenzi tanár úr, hogy rendkívül sokat eszik, ugye? Tehát az anyagi javakból fantasztikus módon kiveszi a részét, de buta állat. Hát ő ezt 20-20%-ra tette. Ugye meg is van a 100. 20-20, 50 a teknősbék, a 10 a sas. De a nevelési oktatási cél az nem más, mint a teknősbékából sast kell csinálni. Úgyhogy rajta, mindenkinek. Na, tehát megint azt mondom, hogy tényleg nem kellett más csinálni, csak le kell porolni a nevelés történetét, és ott van minden, és ha már Sárospatakon vagyunk, akkor miért ne Comenius poroljuk le, ugye? Egyébként, ugye jól tudjuk, Comenius sok mindent megmondott, majdnem mindent megmondott, ami a mai oktatásban ott van. El kell olvasni a műveit, munkáit, fel kell idézni ezeket a tanulmányokat, amiben ugye élen járt Fehér Erzsike, és akkor mi már is látjuk, hogy lényegében minden készen áll. Csak hát hajlamosak vagyunk a neveléstudományban sokszor elfelejteni bizonyos dolgokat, ugye? Vagy túlzásba vinni bizonyos dolgokat. Van, amikor divattá válnak, és utána, ahogy szokták mondani, a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket. Hát az egyik dolog éppen az, hogy azért kell nekünk az információs, kommunikációs technológiákkal foglalkoznunk, hogy azt a rengeteg pénzt, amit erre költünk, az hasznosuljon is. Elhiszük, hogy sok pénzt költünk rá? Nagyon sokat. Ha valaki kiszámolta, hogy a jelenlegi pályázatoknak, amik TAMOP, TIOP, össze-vissza, ugye, amiket ismerünk, vagy korábban HEFOP, TEMPUS és így tovább, ezeknek közel a 80%-a valami módon az információs, kommunikációs technológiákba testesül meg. Mi lesz belőle? Korszerű tantermek, korszerű tananyagok manapság, és így tovább mondhatnám, ugye? Tehát rengeteg pénz, vagy még egy picit elárulok, itt pedagógusok ülnek, hogy mindenki ismeri, hagyj népszerűsítsem egy picit a Sulinet SDT című anyagát, ugye? A Sulinet digitális tudásbázis. Hát valaki egyszer kiszámolta, és mondta nekem, hogy ez, ha mindent összeadnánk, hogy mibe került eddig, akkor 15 milliárd forint körül járnánk. Na most ez sok pénz is, meg nem is sok. Mert végül is van használható, csak tudják mi a borzasztó? Az, ha most itt 100 tanárt megkérdezek, hogy használja az SDT-t, akkor ebből 90, ha mondtam valamit, 90, azt mondja, hogy nem. Na ez a borzasztó. Közben, ha egy tanárnak, hogy úgy mondjam, megmutatják, ha egy tanárt, pedagógust megérint ez a dolog, egy-két használatnál sikerélménye van, higgyék el, mindig használni fogja. Én ezt látom, már most, hogy elkezdtem a családot, hagyd menjek tovább, ugye itt volt unoka, feleségem fertőzött ebbe a dologba, tanítónő, ugye, mikor megmutattam neki, hogy énekzenébe, irodalomba, stb. Minden ott van.
Nem kell keresgetni, ott van, csak le kell tölteni. Minden irodalmi, minden tananyag, minden festmény, minden művészeti alkotást elérsz. Ugye? Megkönnyíti a munkádat. De ehhez meg kell, hogy érintse a pedagógust. Na, visszatérve egy picit az információs műveltségről,hez azt az information literacy fogalmat, ezt látjuk 1974-ben, ez a Czurkowski nevezetű lengyel mondta ki, és hát azóta végtelenségig használjuk, de magyarra lefordítva egyre jobban azt ajánlom mindenkinek, hogy az információs műveltség szót próbálja használni. Talán ez az, ami a leginkább kifejező. Itt összeírtam egy párat, hogy információs kultúra, információs írástudás, információs kompetencia, információs készség, információs jártasság. Mi hajlamosak vagyunk, akik nap mint nap ezzel foglalkozunk, hogy egy-egy konferencián ezt rágjuk, mint a csontot. Ugye, hogy melyik mit jelent, melyik a jobb, melyik a rosszabb. És van nekünk ragyogó magyar szavunk, szerintem az információs műveltség erre tökéletesen megfelel. Vagy digitális írástudás szoktuk mondani, ugye? Hát miért szűkítjük le az írástudást a digitális írástudásra? Hát a funkcionális írástudás az nem tartozik ebbe bele? Az, hogy tud olvasni, írni, számolni az illető? Hát hogy ne tartozna bele? Sőt, nagyon is bele tartozik. Ugye? De akkor arra miért mondjuk, hogy digitális? Ugye? Persze minden digitális, hát tudjuk jól, ugye, informatikusok, matematikusok, hogy lényegében minden digitalizálható. Ugye, hát ezért van nagyszerű helyzetben az informatika. De azt gondolom, hogy az információs műveltség ebből a szempontból rendkívül jó. Egy picit ide becsempésznék még egy fogalmat, ugye látom, itt művésztanárok is vannak, hogy a média műveltség újabban vetekszik ezzel az információs műveltsége. Bennem egy picit kavarodik, mert egyes kutatók, meg előadók ezt próbálják, hogy rész egész viszonyába, hogy mi része minek, hogy az információs műveltségnek része a média műveltség, vagy a média műveltségnek része az információs műveltség. Hát azt mondom, ezt is lehet rágni azért bőven, de egy biztos, hogy maga az, hogy média műveltség a mai világban, gondolom, megállja a helyét, azért állja meg, mert hát a médiumokkal vagyunk körbevéve. Meg hát végül is az úgynevezett IKT, vagy információs kommunikációs technológia végül is, mondjuk meg őszintén, nem más, mint az informatika, amit egyébként 1964-ben éppen egy könyvtár szakos mondott ki, ha minden igaz, Tókióba ezt a szót, ugye, és azóta használjuk, tehát az informatika, a média és a hírközlésnek egyfajta integrációjából jött létre, ugye, az információs kommunikációs technológiák, ugye? És hát természetesen mindez része az információs műveltségnek. Na, ebben lehetne még tovább menni, nem szeretnék, mert akkor nagyon lejár az időm, és ki fogok kapni, hogy túl sokat beszéltem. Mindenesetre azért egy pillanatra álljunk meg. Sokan definiálják Magyarországon. Én nagyon szeretem, van egy doktori disszertáció, ez a Dömsödi Andrea, talán többen ismerik itt, könyvtárosok minden bizonnyal. Ugye ő a doktori disszertációban igen-igen mélyen belemegy ebbe az információs műveltségbe, és hát ő idézi ugye az Amerikai Könyvtárosok Szövetségének ezt a definícióját, hogy lényegében az egy olyan képességek halmaza, amelyek segítségével az egyén felismeri az információs műveltséget. Nagyon-nagyon fontos, vagy szükségletet elnézést. Nagyon-nagyon fontos, hogy fel tudja ismerni, hogy neki szüksége van, és mire van szüksége az információból. Képes a szükséges információt megtalálni, értékelni, valamint hatékonyan alkalmazni. Én azt mondom még itt, hogy reflektálni rá, ugye? Tehát a reflexió az rendkívül fontos. A későbbiekben egy picit fogok beszélni ezekről a kísérletekről, ott is, hogy a gyerek az órán ugye reflektáljon, értékelje ezeket, a rendkívül fontos és rendkívül nehéz része egyébként a tanítási órának. Már megint kettőt nyomtam, ugye? Így van. Na, hát itt egy picit lényegében bele is mentem ebbe, ugye, hogy a mindennapi életünknek
teljesen szerves része. Ma már ugye az információs kommunikációs technológiák, és hát lényegében az igyekezetünk afelé terjedne, hogy az iskolai osztályterem is az információs kommunikációs technológiák használatával elektronikus tanulási környezetté alakuljon. Mit jelent ez az elektronikus tanulási környezet? Természetesen, ha meg akarjuk fogalmazni, akkor azt tudjuk mondani, hogy biztos vannak jellemzői, ha ezeket végigmondjuk, akkor körülbelül el tudja képzelni mindenki, hogy mi is ez. Hát egyik ilyen jellemzője az biztos, hogy az, hogy ott jelen vannak az információs kommunikációs technológiák. Mik ezek? Laptopok, tablettek, interaktív táblák és így tovább. A második ilyen jellemzője, hogy biztos, hogy van virtuális dimenziója. Hát, na mi is ez a virtualitás, ugye? Hát a virtualitás az, ami nem fizikai, tehát nem az, amit megfogunk, ugye, hanem ami úgy egyébként valahol van, felhőbe mondanánk manapság, ez a virtualitás. De ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ez a virtualitás nem jelent mást, mint hogy az osztályterem valami módon része annak a hálózatnak, amit mi internetnek nevezünk. Tehát az osztályteremből ki tudunk menni a világ felé. Rendkívül fontos, és a múlt hét óta, megmondom őszintén, aki ott volt Egerbe, az Országos Neveléstudományi Konferencián, de aki nem volt ott, az most menjen fel a netre, és menjen fel az ONK-nak a weblapjára, és nézze végig azt a 45 percet, Barabási Albert László előadását. De ezt komolyan mondom. Nézze végig ezt a magyar származású embert, aki jelenleg a Harvard professzora. És a hálózatokról tartott egy fantasztikus előadást, meg olvassa el a Behálózva című könyvét. Na, tehát visszatérve, hogy ennek az elektronikus környezetnek biztos, hogy van virtuális dimenziója. Annyira, hogy egyre virtuálisabbá válik. Egyre virtuálisabb az osztályterem. Kezd minden virtuális lenni. Annyira már, hogy a neveléstudománynak egyik fő problémája, hogy a gyerek nem tud különbséget tenni, hogy mi a valóság és mi a virtualitás, ugye? Lásd az unokám, nem tudta, hogy azt nem lehet odébbinni, mert az a vész, az a valóság, az a kézzel fogható fizikai fotó, fénykép, amit mi megszoktunk az analóg technikába, ugye? És ami virtuális, ami a felhőben van, az egy egészen más dolog. Ami a játékokban van, ott igenis van két életem, vagy három életem, vagy négy, vagy ha elfogyott, újraindíthatom, lesz több is, ugye? De a valóság az más. És ha ez keveredik a kettő, ez a legnagyobb pedagógiai probléma. Egyébként jelenleg tényleg ez a legnagyobb pedagógiai probléma. Ezzel kellene a tanárképzésnek a legtöbbet foglalkoznia, hogy tanítsa meg a tanárjelöltet arra, hogy hogyan tudja majd ő a tanítványainak megmutatni, hogy mi a két világ közötti különbség. Mi a virtuális és mi a valóság. Mert mi informatikusok, nézek Stóka tanárra, mi évtizedek óta azon dolgozunk, hogy a képernyőn létrehozzunk olyan dolgokat, ami a legközelebb áll a valósághoz. Az az jó informatikus, aki minél virtuálisabb dolgot úgy old meg, hogy már majdnem olyan, mint a valóság. Matematikusan nem tudom másképp mondani, mint olyan, mint az 1 per x függvény, ugye? Hogy az x értékét növelem, az szépen hajlik az x tengelyhez. Tudom jól, hogy soha nem éri el, mert filozófiailag sem érheti el, mert a virtuális nem előzheti meg a valóságot, de már egészen közel kerül hozzá. A gyerek annyira közel, hogy a gyerek ezt összekeveri. Ugye? Ez a nagy probléma. Ez egy fantasztikusan nagy probléma. Tehát ez volt a második jellemző, hogy van virtuális dimenziója az elektronikus kör. A harmadik jellemző, hogy delokalizált. Mit jelent ez? Hát, hogy a tartalmak fizikailag bárhol lehetnek. Ugye? Hát ez az internet adta lehetőség, ugye, hogy bárhol a világon a tanár kihasználhatja ezt a linket, azt a linket, ha akarja, a NASA kutatásait hozhatja be az osztályterembe, mert a tartalom delokalizált. Ugye? Ez a harmadik igen fontos jellemző.
És hát ezzel élünk a digitális tananyag, az elektronikus tananyagoknál, hogy minél jobban megtüzdeljük különböző linkekkel, amelyek behozzák a világot, a linkre újabb linkeket fűzünk, és már is ott vagyunk a Barabási skála független hálózatánál. Fantasztikus hálózatnál, ugye. Amely szerinte egy olyan hálózat, aminek ki lehet lőni bizonyos habjait, pontjait, központjait, de a hálózat nem esik szét. Csak akkor, ha a legfontosabbakat lövik ki, ugye? Hát egy fantasztikus elmélet. Ugye itt nem véletlenül, hanem direkt ugye ideírtam, ugye látjuk, hogy a nemzeti alaptantervbe azért a digitális kompetencia szerepel, mint szó, amivel éppen mondtam, hogy én nem teljesen értek egyet, de hát miért nem? Na, miről beszélünk 2013-ban? Hát körülbelül akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen az elektronikus tanulási környezet. Mi a kísérleteinket a gyakorlóiskolában ilyen környezetben próbáltuk, vagy próbáljuk. Van pár osztály, 4-5, amit mindennel felszereltünk. A virtuális dimenzió az az, hogy van egy kamera is fent, mely kamera alkalmas arra, hogy az osztályban való történéseket a kívülről is meg tudja tekinteni, például a szülő, a beteg gyerek, stb. Ugye? Egyébként ez jelentett a legnagyobb problémát, most pihentető, hadd mondjam, ugye? Hogy ezt a tanár nem bírta megszokni. Nem bírta megszokni. Addig-addig majdnem azt mondom, hogy bántottak, még nem tudtam más csinálni, mint hogy egy kupakot oda raktunk mellé, hogy mondtam, hogy rag rá, mert ha rárakod fizikailag, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem tud senki belenézni az órai munkádba. De, mivel hát jó barátságban vagyok velük, ugye, azért mondtam, hogy figyeljetek, mindenütt a világban ez úgy van, hogy az osztályok egyre nyitottabbak. Portugáliában láttam, hogy minden osztály ajtó üveges. Az igazgató megy végig a folyosón, csak úgy benéz, már le is hospitálta az egész iskolát, ugye? Már látja mindenki, mit csinál. Mi pedig úgy néz ki, hogy ez a kamera, ez megzavart mindent. Viccből mondta neki, hogy mondjátok már, mit csináltok oda benn? Veritek a gyereket? Vagy mit csináltok, amit nem lehet látni? Hát mi lehet az, ami olyan titok, és nem lehet látni, ugye? Miután rájöttem, hogy a kamerának tényleg van egy hihetetlen komoly hatása, ugye, amit egy idő után meg lehet természetesen szokni, de egy darabig nehezen szokja a tanár. Hozzáteszem, a szülő is. A szülőnek ugye írni kellett egy lapot, hogy írja alá, hogy a gyereket kamerázzuk, ugye, mert hát a mai világban ez is kell. Egyik szülő visszaírta nekem, hogy hagyják már ezt a kamerát, meg egyebet, tanuljanak meg a menzán borsófűzeléket főzni, és utána kamerázzanak. Hát jó, ezt is el kellett fogadni, természetesen, ugye. De hát a virtuális elektronikus környezet bizony ilyen problémákat szül, és ezzel meg kell birkózni. Hát arról aztán nem beszélve, majd a későbbiekben, ugye látjuk, hogy még komolyabbakat is. Na, miről beszélünk 2013-ban? Egy, biztos, hogy meg kellett szoknunk, már most mindenkinek benne van a szókészlet, ez a felhő technológia. Hát ez fantasztikus, ugye? A laikusok is, mindenki, aki informatikával sosem foglalkozott, az is tudja már, hogy a tartalmakat a felhőbe kell tenni, mert az a legjobb, mert onnan aztán mindenki elérhet. És sőt, ugye, most már mindenféle kísérleteinkben, iskolai gyakorlatban, ugye a Windows új operációs rendszere olyan Office-t kínál, hogy bárhol dolgozol a világba, mivel a felhőbe kerülnek a fájljaid, tartalmaid, bárhova leülsz, mindig ugyanazt látod. Ugye, attól függetlenül, hogy te helyileg hol produkálod magad. Hát ez tényleg egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem csak 2013-ban, hanem egy jó pár évig még az életünket jelentősen meg fogja határozni. Valószínű, a felhőben van mindenünk már, vagy mindenünk ott lesz. Barabás írja egyik könyvébe, hogy milyen érdekes hálózatokat lehet kitalálni. Azt mondja, egyik kollégája azt csinálta, hogy a lakását bekameráztam, de minden helységet, a WC-től a space-ig, a nappaliig, a szobáig, mindent bekamerázott, és egész életén át ezek a kamerák vették a család
életét, minden párbeszédet a gyerekkel, minden veszekedést a feleséggel, minden egyes mozzanatot. És elmondja, hogy lent a pincébe nem tudom hány terabájtnyi háttértárolóra rögzítette ezt a óriási videóanyagot. És azt mondja Barabási, hogy utána ezt megpróbálták feldolgozni 10-20 év után, ezt az anyagot, hogy egy ember egy család történéseiből milyen törvényszerűségek vonhatók le. Ugye nem akarok abba belemenni, ugye, hogy ez most már nem kell a pincébe, a felhőbe le lehet tölteni ugye, ezt a dolgot. És matematikai módszerekkel onnantól kezdve 5, 6, 7, 8 év után meg lehet mondani, hogy ennek az X családnak mi lesz a következő napi történése. Mert ki lehet számítani ebből az óriási anyagból. Meg van írva a sorsunk előre, mondja Barabási. Ugye? Tehát matematikailag követhető ez a dolog egy idő után, ha kellő dokumentum áll rendelkezésre, ugye? Fantasztikus belegondolni, de tudja, aki tudja, akinek, mit tudom én, iPhone-ja van, vagy egyéb okos eszköze, az tudja, hogy ma már a felhőbe igenis meg van írva a sorsunk, minden ott van, és ha ezt megfelelő módszerekkel végigkövetjük, akkor meg lehet mondani, hogy kis Tóth Lajos holnap mit fog csinálni, és mi fog történni vele. Mert ezek a törvényszerűségek, ezek képletekké formálhatók, a képletek kiszámíthatók, és megjósolhatók az emberiség története. Ő nagyon érdekes dolgokat mond, feszegeti, hogy az 1514-es parasztfelkelést vajon hogy lehetett volna megakadályozni, ha mindent tudtunk volna előre, és az megfelelő módon ugye, feldolgozzuk, akkor lehet, hogy meg lehetett volna változtatni a történelmet. Nyílt forráskódú tartalomszolg kutatási eredmények közététele nyílt platformon. Ez egy nagyon érdekes, ez a informatikusokat érdekli leginkább, de mindannyiunkat érinti, hogy olcsó, ingyenes szoftverek állnak rendelkezésre. Egyet hadd emeljek ki, mert minden felsőoktatási intézményt jelenleg meghatároz, hogy van-e e-learninges keretrendszere. Hál' Istennek ebbe az úgynevezett Moodle, ugye, ez megváltoztatta a világot, mert nem kell érte fizetni. Minden felsőoktatási intézmény számára ott van, és a tartalmait közzé teheti. És van egy új irányzat, lehet, hogy nem mindenki tapasztalja, de aki jár fel a netre különböző nagy egyetemeknél, azt látja, hogy minden nagy egyetem kínálja a kurzusait szórakozásként. Ezek az úgynevezett MOOC-ok, ezek a Massive Open Online kurzusok, amit ingyen tanuljál, ha akarsz, ugye? Nagyon okosan. Ha nagyon megtetszik, akkor meg gyere az egyetememre, ugye? Harvard is ezt csinálja. Most az ELTE kezdi, Egerben mi is nagyon szeretnénk, egyre többet. Megsugom, innen is pályáztak ketten vagy hárman, nem is tudom, ugye, arra a videókurzusra, amiből én ilyen MOOC-ot szeretnék csinálni. Ugye? Tehát, ha ez elkészül, akkor föltesszük oda a felhőbe, és MOOC-ként kínáljuk a világnak, hogy tanuljál. Mert rájöttek az egyetemek arra, hogy van egy nagy probléma. Az ember életútjába, pont azokba a szakaszokba kell tanulnunk, amikor nem szeretünk tanulni. Tehát, amikor nem vagyunk motiváltak. Ugye, a 14-től 18 évig mondja nekem valaki azt, hogy szeret tanulni. Hát biztos, hogy nem szeret, ugye? És mikor szeretünk? 40-50 éves korunkban szeretünk tanulni, amikor meg már nem kell. Lenne már elnézést, most nehogy már igenis kell, de hogy úgy mondjam, nem vagyunk formális tanulásra ösztönözve, ugye? Hát akkor miért nem kínálunk az embernek a boldog életéhez ilyen kurzusokat? Hát kínál a Harvard, meg kínálnak a nagy egyetemek rengeteget egyébként, fantasztikus sokat. És hát itt van a harmadik, amit egy kicsit jobban ki akarok bontani, ha még adnak nekem egy pici időt. Ez a Bring Your Own Device. Hozd magaddal a saját eszközedet címszó, ami lényegében azt jelenti, hogy a nagyipari vállalatoknál rájöttek arra, hogy
mindenkinek nagyon komoly infrastruktúra van a zsebébe, a kezébe, és így tovább. Tehát ha jön dolgozni, akkor miért nem hozza ő azt magával, és építi be abba a hálózatba, amit annál az ipari vállalatnál van. És ezért ezt a filozófiát elkezdték terjeszteni a világba, hogy hozd magaddal a saját eszközödet, és dolgozz azzal. Dolgozz a te tabletteddel, dolgozz a te saját okostelefonoddal, stb. Stb. Na de ha így van, akkor ezt miért nem az egész világon, miért nem a köznevelésben, miért nem terjesztjük el? Hogy a gyerek hozza magával a saját eszközét. Hát ugye most a választ tudom, kapásból mondja mindenki, mert nem tudja megvenni, ugye? Tehát nincs ilyen eszköze. De ha nincs neki ilyen eszköze, akkor vegyünk neki. Mert a filozófiának végül is nem az anyagi következményei az érdekesek, hanem mi? Hanem az, hogy saját tulajdonú eszközöd legyen. Most a tulajdon ne úgy tessék érteni, hogy én vettem meg, hanem az én személyes leltáramba tartozik. A személyes környezetemhez hozzátartozik. Épp ezért elkezdtük Egerbe ezt a filozófiát olyan módon, hogy mi megvettük a hallgatónak. Minden beiratkozáskor minden hallgató kap egy laptopot. De 5 évig minden hallgatónak egy laptopot adtunk a munkájához. Miért? Hát, hogy teljesítsük azt, amit Comenius mondott. Ugye? Hogy tanítsuk meg a könyv szeretetét. Azaz, az információval való bánásmódot. Ehhez pedig manapság biztos, hogy kell egy számítógép. Fantasztikus jól működött. Átalakította az intézmény teljes felsőoktatási didaktikáját. Gondoljuk el, minden tanár abban a pillanatban a saját terméből labort csinált. Hát minden hallgatónak ott volt a hóna alatt. Letette abban a pillanatban, ott labor volt. Miért? Mert rögtön használta azt a hálózati menedzsment rendszert, ami most egyébként majd látjuk a trendekben benne van, ami már könnyen elérhető. Minden hallgatóval összekapcsolva, a tanár minden hallgatóval összekapcsolva, ugye? Tehát egy fantasztikus új lehetőséget kínál. És megoldottuk azt a hiányzó láncszemet, ami az elektronikus tananyagok használatához szükséges. Mi ez? Az, hogy hiába gyártott, hiába írott, hiába fejlesztette ezeket a tananyagokat, ha nem tudja a hallgató igénybe venni. Hát ha nincs eszköze, akkor te hiába adod neki ezt. Tehát hiányzik ez a láncszem. Költünk egy nagy csomó pénzt a tartalomfejlesztésre, de közben a hallgató nem tudja igénybe venni. Miért? Mert nincs meg hozzá az eszköze. Hát ezért kell ez a BIOD filozófia. Hogy adjál neki, vásároljon ő, vagy ha nem, akkor adjunk neki mi, és a saját eszközével vegye igénybe ezt a szolgáltatást. Notebook, netbook vége. Ezt határozottan állítom. Még van, aki kitart mellette, de előbb-utóbb biztos, hogy a tablettek meg fogják ölni ezt a területet. Ugye? Átalakulnak az oktatási terek. Mit értek rajta? Az, hogy észre kell venniük maguknak is, mint pedagógusoknak, hogy a világ ezen a szinten jelentős változik. A tömegoktatás időszakában a 18.-19. századra az volt a jellemző, hogy a gyerekeket, hallgatókat betereltük 4 fal közé, betereltük az osztályterembe. És mi uralkodott? A formális oktatás kezdett uralkodni. A 21. században az ellenkezője indult meg. Tessenek megnézni, omlanak le az iskola falai szimbolikusan. Az ismeretek jelentős részét ma már a gyerek nem az osztályterembe szerzi, hanem az osztályteremben kívül. Nekünk pedagógusoknak a legnagyobb problémánk az, hogy hasznosítsuk azt az ismeretet, amit ő kint az osztályteremben kívül szerzett. Igenis lebomlanak az osztályterem falai, ezt tudomásul kell venni. És a virtuális dimenziónak még nagyobb jelentősége lesz. Megjelennek az eszközmenedzselő tanári felügyeleti alkalmazások a mobileszközökre. Ragyogóak vannak, tudják az informatikusok, ugye. A hálózati biztonság ilyen szempontból nyilván jelentősége növekszik. Miért? Hát mert viszed be a saját eszközödet hova?
Hát egy intézménynek a hálózatába. Onnantól kezdve a biztonság, hogy úgy mondjam, kérdőjelezik, ződik, tehát vigyáznunk kell arra, hogy továbbra is biztonságossá váljék ez a hálózat. Szükségtelen a belső kábelezés, nagy teljesítményű wifi. Ezt se gondoltuk. Tessék megnézni. Mindig azt mondtam én is, hogy a vezeték az vezeték. Most meg már azt mondom, hogy ez már valószínű, hogy nem igaz. Hanem egyre jobban a wifi, és mindenütt a vezeték nélküli technológia. Hát ha minden igaz, ugye voltunk itt 3 hete, és tett egy ígéretet itt a Cisco nekünk, hogy ha minden igaz, rövid időn belül itt a főtér wifivel lesz beszorva. És legyen az hallgató, legyen az sárospataki lakos, bárki, itt fog internetezni a téren. Ugye ki gondolta volna pár évvel ezelőtt? Mobil eszközökre optimalizált iskolai tartalmak. Igen, ma már, ha valaki tananyagot készít, nincs mese, mobil eszközök is olvashatónak, láthatónak kell lenni. Tabletten vagy mobiltelefonon. Nyisd meg te azt bármin, annak működni kell. Az már nem jó tananyag, amelyik ezen nem tud. A hagyományos interaktív tábláknak vége. Szomorúság, mert nem régen jött divatba, ugye? De ezeknek vége. Mi következik? Hát jönnek ezek a multi-touch screen-es, ugye mindenféle ujjal, kézzel, nem tudom hányféle művelettel taspikolható LCD nagy panelek, ugye? Most már ilyen 2 méterek, 3 méterekben nyugodtan mondhatnám, hogy nem mások, mint a nagy tablettek. Sőt, valamelyik nap hallottam egy interaktív táblás előadást, azt mondja, mindenkinél interaktív tábla van. Igaza van, hát itt van, hát ez is interaktív tábla, ugye? Csak hát most megszoktuk már, hogy az ilyen vetített valami, mint amilyen ez is, ugye? De hát nem erről van szó, mert ezek is megváltoznak. Számos akadálymentesített infokommunikációs megoldás, ugye? Komoly terület. Javaslom kutatási témának, szakdolgozatnak. Ugyanis a fogyatékosoknak fantasztikus problémája, hogy a neten hogy tudnak működni, tájékozódni, hogy tudnak tartalmakat magukévá tenni. Csökkent látásúak, hallásúak, és így tovább. Ma a netnek akadálymentesnek kell lenni. Tehát mikor te tartalmat készítel a netre, azt akadálymentesíteni kell. Ez egy külön terület lett, tényleg csak azt tudom mondani, hogy foglalkozzunk vele. És hát, mint ahogy mondtam, a BIOD-nak vannak veszélyei is, itt főleg a biztonság, de fiataloknak mondom, hogy ezzel nyilván a zaklatás veszélye, de erre nem akarok elmenni, ugye, mert a közösségi oldalak egyéb, hát jól tudjuk, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy megtetszettek hallgatni. Egy mondást hadd mondjak, és ezzel szeretném befejezni. Ezt oda szoktam tenni, mert mindenkiben nyilván van egy dilemma, hogy meddig szabad erőltetni ezeket az eszközöket. Kötelező-e nekem az iskolába ezt bevinni? Gondolom az előadásból azért csak kiderül, hogy nincs más út, csak ez az út. De egy 14 éves francia kislány egyik kísérletbe fogalmazta meg a következőt. Mi is szoktuk mondani, tessék csak belegondolni, mikor mondjuk, hogy ha túl sokat ülsz a tévé vagy a képernyő előtt, akkor szoktuk mondani, hogy elbutulsz. Ugye, utalva arra, hogy inkább olvasgassál helyette, csinálj mást helyette. Tehát ha túl sokat ülsz a képernyő előtt, elbutulsz. De ő folytatta tovább, ha keveset, akkor nem fogsz tudni semmit. Én azt hiszem, ez az igazság. Köszönöm szépen, és akkor még egy percre, köszönöm szépen. Még egy percre benézhetünk ebbe az órába.